Én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett kis összejövetelünkön. Mi annak örüljünk, hogy azért van egy nap, amikor picit megáll mindenki, picit ránk is gondolnak azokra, akik segítők vagyunk, és én mindenkinek továbbra is kevés munkát, de nagyon sok kitartást kívánok, bár itt Elcsibe azért van sok munka, úgyhogy teljesítjük azokat is. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm az eddigi munkáját is, és kitartást kívánok mindenkinek, és tartsunk össze, fogjunk össze, mert egymás nélkül azt hiszem nem fogunk előre jutni, úgyhogy ez eddig is megvolt, és ezután is ezt várjuk azt hiszem egymástól. A közösség a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka Napját. Hazánkban, ahol az emberek közel egyharmada küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel, még nagyobb hangsúlyt kap ez az ünnep. Immár 13 éve köszöntik a szakterület dolgozóit ezen a napon. Városunkban néhány évvel korábban kezdte meg tevékenységét a szociális szolgálat, amely az elmúlt időszak alatt fokozatosan fejlődve és bővülve egyre több kapcsolódó területet ölel fel. A november 12-i ünnepségen a Lejtősori Idősek Otthonában Hújberné Pej Márta az intézmény vezetője, valamint Győri Máté városunk polgármestere mondott beszédet. Én annak örülök, hogy mindazok, akik itt vannak, azok pontosan tudják, hogy az életnek van egy árnyasabb oldala is, hogy nem a pláza és egyéb más dolgok a valóság, hanem van egy olyan valóság is, itt talán még Ercsiben is még inkább érezhető, mint az átlagember, ahogy észleli, amivel önök szembesülnek nap, mint nap. Amikor betegekkel, idősekkel, szorult helyzetbe került családokkal, vagy éppen gyermekekkel kell foglalkozni. És én azt szeretném megköszönni, hogy annak ellenére, hogy ezen az árnyas oldalon élik a napjaiknak a nagy részét, vagy élitek a napjaiknak a nagy részét, mégis én amikor találkozom veletek, akkor mindig, vagy önökkel, akkor mindig olyan mosolygós arcokkal találkozom, és olyan emberekkel, akik tényleg tiszta szívből segítenek. Úgyhogy szeretném megköszönni a munkát, és jó munkát kívánni a következő időszakra is. Az ünnepség keretében köszönte meg 25 éves közszférában végzett munkáját Faradiné Dene Ildikónak, az intézmény vezetője Hújberné Pej Márta. Van egy kolléganőnk, aki 25 éve dolgozik a közszférába, akinek nagyon köszönöm én a munkáját, nagyon nehéz munkát végez, az idősek klubjába dolgozik, és egyedül egy nagy területtel foglalkozik, de azt hiszem, hogy mindannyian elismerhetjük és mondhatjuk, hogyha bármit kérünk, bármit mondunk neki, mindig teljesíti, azonnal ott van és tudja a feladatát, úgyhogy én itt szeretném megköszönni Faradiné Denei Ildinek, hogy ezt adom, hogy 25 éve.